Na csacsumi csötészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztak papikáim, lehet, hogy kellene adnom egy kis soundot erre a játékra, mert előtt, mint hogyha egy kicsit hák lett volna. Én legalábbis úgy vettem észre. Ha a zenét egy kicsit lejöveszem, mert képesek azt a itt copyright zenét fognak csapatni. Látom, mindenkinek bejött ez a játék, és az a durva, hogy mindenkinek iszonyatosan nagy... Úgy mindenkiben inkább úgy mondom, mindenkiben iszonyatosan nagy érzéseket keltett. Ja, mondtátok, hogy ezeket az utcéri kamionokat nem érdemes megvenni, és egyébként én is emlékeztem valami hasonlóra, és kapásból a váltó az beszarta magát, úgyhogy nem tudom, hogy itt hogy mi lesz. Viszont ezt el kéne ugye csapatnom. Ezt a cuccot, csak nem is tudom már hova. Basszus, basszus, kulcs, basszus, kulcs. Na, jó vagyunk? Mi ez? Mi ez? Olyan furcsán viselkednek a dolgok. És komolyan várja, F3. Westwoodba kell vinni teát? Ez komoly? Oké, nézzünk egy térképet, már megint izéljön. Hú, hát ez nagyon messze van, de nem lehet ezt itt levágni valahol? Régebben úgy emlékeztem, hogy le lehet, de most nem vagyok én benne biztos. És tényleg Southgate fel el kell menni. Próbáljuk meg gyerekek, aztán majd ami csak lesz, nem? Nézzünk körül egy picit. Itt van szuper minden, nem tudom, mintha valami dudálás hangot hallanék, de... Adjunk az érzésnek, aztán majd csak lesz valami, ugye? Ugye gyerekek? És azt kellene nézni, hogy nincs-e véletlenül egy át... ívelő rész, ahol át tudnék menni ugye a következő mapra. Hogy általában szokott levágás lenni. Csak nem tudom, hogy pontosan hol. Hát már nagyon-nagyon régen játszottam ezzel a játékkal, úgyhogy... Nem csoda, hogy nem tudok róla. Figyeljétek, hogy nem lehet valahol lemenni. Egyébként ez egy marha nagy rakomány, ugye? És csak 6000-et kapok érte, ami marhára kevés, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire fogja ez nekem megérni. Főleg úgy, hogy szar a váltó, és 57-tel megy ez a szutyok. Nem tesz túl jó nekem. Na figyeljetek, itt például... Ja nem, itt a izé van, csak itt a híd. Mondom, hát hogyha itt át lehet menni, de nem. És akkor maradjunk 40-nél. Okay, és úgy látom, hogy kezd éjszaka lenni. Ja, mindenki, nagyon meglepődtem. Én arra gondoltam, hogy ezt a játékot kb. Nem fogja ismerni senki, hogy csak én fügtem, de nagyon sok hozzászólás jött, hogy hú, ezt nagyon imádtam, ezen nőttem fel, ez a legjobb kamionos játék, az LTS elmehet a francba ehhez képest, de tényleg nagyon-nagyon durva, nem? Amennyi fajta járművel, meg amennyire összetett ez az egész, ez tök jó. Egyébként útközben, ha találunk kamiont, akkor ugye le tudjuk ezt akasztani, és le tudjuk azt csinálni, hogy át tudnánk fogni, hogy találnánk valami jót. Ugye ez nagyon ratyi ez a gép, meg még ráadásul az a nagy problémánk az egész, hogy le is van szedálva. Hát meg alapba is ugye egy zillel megyünk. Hoppá. Amivel még annyira nincs is probléma, de hogyha a váltónk is elszarta magát, az nagyon nem jó. Egyéb iránt vannak rejtett járművek, azt írtátok, csak ugye arra kell figyelni, hogy ne egy véletlenül lopott járművel akarjunk menni. Ja, meg írtátok azt is, hogy vigyázzak arra, hogy nehogy maffia cuccot akarjak vinni, akkor ne állítsanak meg a rendőrök, mert akkor nagy balhé lesz abból. Hát gyerekek, az a durva, hogy még ilyen szarváltóval is megy ez, mint a távirat. Ja, meg itt ugye teljesen tök jó meg van csinálva, ugye van súlya a rakománynak, ki van írva, ugye, mit tudom én, hogy hány, mekkor, milyen nehéz, most nem tudom, hol tudom megnézni a rakományt, de... Ugye, amikor felveszem, talán akkor ugye mutatja, hogy mekkora a súlya. Tehát nem úgy működik, hogy minden egyének ugyanaz a súlya, minden egyének ugyanaz a fizikája. Ja, hát a grafika az nem a mai színvonalon van. De nagyon sok játéknak igaza... Meg nem is az, hogy nagyon sok játéknak, hanem csomó mindennek... Nem az adja meg a savaborsát, hogy milyen a grafikája. Most, hogyha belegondoltak, olvasol egy könyvet, akkor annak nincs grafikája, mégis olyan tök jó hangulatos tud lenni. Tök jó be... Na, valami kattant, gyerekek. Valami kattant. Valami kattant. Na, megint valami elszarta magát. Hallod, elkezdett kattogni valami. Hoppa, ott mi van? Ott mi van? Ó, ott van egy Mac, vagy nem is tudom milyen kamion, hát ezt meg sem próbálom menni, biztos sokkal drágább.
Meg az ilyen utcai kamionokat mondtátok, hogy kerüljen, mert baj lesz ebből. Igen, na, ugye most egy 80-as tábla volt, szóval ezt nem fogjuk túl átlépni. Igen, egy könyvet olvasol, ott sincs grafika, mégis néha úgy bele tudod élni magad, hogy az tényleg nagyon érdekes tud lenni. Ugye gyerekek, ez nagyon hosszú lesz az útvonal. A parkolókat megnézzük, majd úgyis most itt beérünk, két parkoló is lesz. Hogy nincs-e valami olyan gép, amit meg tudnánk venni. És akkor fognám lekapcsolni. Nem tudom, hogy le kell lekapcsolni, az a baj, ezekre nagyon nem emlékszem. Ott egy maz. Jaj! És megint kattog valami, hallod? Mennyibe kerül ez a jár? 13 000 és 52 000 a cashünk. Ja. És akkor annyiba, ugye, annyiba tudunk vásárolni. Hogyha veszel egy kamiont, akkor ugye te kamionhoz gyakorlatilag eltűnik. De egyébként fel lehet venni munkásokat, és azok is látszanak a térképen, mennek jobbra-balra, csinálják a dolgokat. Na, egy izért is nyomok egy M-et. Ez gyárilag nincs bekapcsolva, úgy látom. Egyébként a félpótkocsi is külön életet tud élni. Gyerekek, nyilgázom, megyek fölfele, nem van, visszagurulunk, hallod. 23-19, ne szórakozz. Automata 2, ott van ugye a... Van egy fordulatszámmérő fönt, van... hányas sebességű fokozatban vagyunk. Épp a pótkocsi állapota, a kamion állapota. A kamion... Na, megint elkezdett kattogni, és a kamion állapota, hogyha nézték, hogy jobb oldalt fent, lejjebb ment. Szóval megint elszarta valami magát. A váltó, hallod? A váltó 100%-on kifingott. Nincs... A váltó az vége, odané a váltó a vége. Na, valami, akármi lesz, gyerekek, mindenképp le kell cserélni ezt a gépet. Le kell cserélni, hallod? A váltó az nulla. Ezt szerintem nem fogok tudni váltani. És nincs olyan szerelvény, ami... Szerintem innen nem... Figyelj, 3-asba megyünk. 24... 2300 fordulat, csá. És nem vált. Vége. Jó, gyerek. Na, most imádkozzatok, hogy legyen egy darab. Legyen egy darab, legyen egy darab itt a parkolóban, egy nyerges. Jaj, mi az? Kettő is van, hallod? Nem hiszem, mert mennyibe fáj ez, ez biztos bérelhet, ahogy gondoltam. Megnézzük a másikat, talán kijön, és akkor azzal tudunk csapatni, más nem tudok csinálni. 78 000, hallod? Meg tudom venni? Nincs elég pénzem, beszarsz? Akkor kecseghetünk ezzel. Automata 3, váltó teljesen tropa. Gyakorlatilag 3-asba végig kell kecsegnünk. Tankolnunk kell minden. Imádkozzatok Southgate-en legyen valami jármű eladó, vagy nem tudom. És megint zakató valami. Megint elszarta valami magát. Nem tudom, hogy halljátok-e, hogy van ilyen tik-tak, tik-tak, tik. Aztán ilyen, akkor baj van. Új. Kicsit meg letóta, hallod, kicsit letóta. Ja, és egyébként itt írja néha, ugye, hogy valami útakadály van, vagy bármi, akkor azt nem tudom, azt mondom, hogy ott a térképen látod, hogy Foot Hillnél van egy ilyen ásó ember, és az azt jelenti, hogy ott le van zárva az út, és nem tudsz elmenni. Úgyhogy ilyenek is vannak, szóval, de ide viszont most nekem be kell állnom, igaz, hogy szembesáv. Akkor is. Nem tudom, hogy fogok elindulni autó 3-asba, remélem, hogy nem lesz ez nekünk. Há, meg. Jó. Nem mondod, hogy ide bevágódott egy csávó a putra. Halljátok pillanat, gyerekek, csak most belekeveredtünk. Az mi volt az, hallod? Ide be azért bevágódott valaki. Ezt robbant is, nem? Mi történt itt? Nem, ahogy felrobbantotta a kurfejeket. Egy zíles hülye. Bazza, ilyenkor...
Ilyenkor mi van? Hát szerintem elszarta magát az első kerekem ettől a hülye állattól, aki ide becsapódott. Ma elszóra... Hát ez komoly. Ez komoly, bazzer. Na jó, akkor most ilyenkor... Ilyenkor nincs is benya. Tök jó. Kösz, haver. Igazán komolyan mondom, tök rendes voltál. Ez nagyon, nagyon jó volt. Imádlak, tesó. Nem elég, hogy volt bajom nekem, hallod? A kerekem szerintem tropa. Hallod? Oda nézzé. Hát tudod azt te. Ej, barátom Sándor, hallod? Én láttam itt, láttátok itt félszemmel, hogy izé fogja a csávó magát. Ne, sok a kanyar nem adta ki, azt becsapódott oda. Föroppadt, tök jó. Üzemanyag nuku. Kocsi tropa, kívom a 911-et, elmegy az gatyám is. Fizethetem, na meg még esik az eső is. És ugye izével 3-as sebességi fokozatba tudok közlekedni, semmi több. Szarvált. Gyerekek! Van egy olyan érzésem, hogy a karrier nem nagyon jött be. Ja, egyébként ebben a játékban meg lehet halni, azt nem tudom, tudod-e. Nem úgy, mint a Euro Truck Simulator, hogy semmi bajod soha. Mert meg lehet halni. Ebben, hogyha mit tudom, belemész a mély vízbe, vagy akármit, akkor game over. Annyi. Ennek van értelme, nem? Valószínű, egy kamionsofőr azért ma el tud halálozni. Nem tudom, hogy nem csak sín valahol, én valamire emlékszem. És hogy ott is meg lehet murdölni, ha ma. Most meg már elfogy az üzemanyagunk is, tök jó. Az a baj, hogy így hármasba pörgetjük a motort nyílen. De úgy eszik, mint az állat. Na nézzük, nincsen valahol valamilyen jármű, amit esetleg tudnánk venni. Na meg még jöjjön a domb. Na. Visszakapcsolni nem kell, gyerekek, ha nem megy föl, akkor nem megy föl, érted? Itt az lesz. Nem megy föl. Tizenöt. Mindenképp 9-11 lesz belőle, mert nem fogjuk tudni. És megint valami kattog, és megint valami elszarta magát. Gyerekek, ez az nem volt jó vétel. Imádom ezt a játékot, gyerekek, ez a király, nem? Van kihívás, meg minden. Fiúk, valahogy úgy füstöl a gépné, látom. Nem látjátok. Én látom. Ja nem, vizes a talaj, aha. Azt hittem, hogy füste, nem az. Az a baj, nem akarom megjavítani ezt a gépet, ott van a... Kikapcsoltam a motort. Sporulunk, gyerekek. Mert ugye lehet? Miért ne lehetne? Kis sporulunk, gurulunk. Jó. Nyomtuk egy kövérgét. Dobtam neki egy... Jó, elfogy az üzemanyag, csá. Nem fogunk elérni, addig jó lenne, hogyha lejtő lenne, akkor elérnénk. Figyeld meg, lejtő lesz, hallod, megusszuk. Kifogyott az üzemanyag. Be kéne gurulni, mint az állat. Fék nélkül, hát ha fölgurulunk a túladon. Bazza a kerék, hallod? Nincs gumi. Gyerekek, nincsen gumim. Gurulj. Be kell gurulnunk az üzemanyagra, gyerekek. Tonkutra. Nem lassíthatok. Hallod, ki van durranba a jobb első? Jó, nem... Az a baj. Nem lassíthatok. Hallod, nem hiszem, hogy pont begurultunk. Ezt is elhiszitek. Ez nagyon atom. Hát ilyen epik jeletek nincsenek gasszus a izébe. Eurotruck. Odalén ki van durranva jobb elsőm. Po első még bírja. Az nagyon komoly. Na jó. Plusz. Legalább meg tudunk tankolni.
Rakok bele. Mennyit? Rakjuk bele, nem? Jézus Máriám, hallod? Nem hiszem el. Sikerül megvennünk gyerekek a tutit, mi? Ott ugyan a kamasz, figyelj de! Te tuti. Jó, mehetek. Elnézést, kuc-kuc! Nincs kelső kerekem, menjetek innen! Apátok, fülébe. Ide kimegyek. Az a jó, lehúzódnak az autók, láttad? Nem az van ám, érted, hogy izé, hogy... Na. Ennyi, barátom! Lendületbe az ország! Ne fékezzél fölfelé a dombnak! Menj man! Menj man! Maffia kocsi, ott te! Nem az a maffia autó, egyébként van maffia kocsi, azt nem nagyon érdemes meglökni, meg ilyesmi. Hát lőnek rád, meg minden baj van. Nyomjuk neki gyerekek, háromba padlógáz. Jó, én első kerék nélkül. Leszállítom én akkor is baza ezt a cuccot, ezt az ilt meg leadom mélybe. Na figyeljétek, nincs valami olyan, ami vehető. Be kéne nézni oda. Ott van egy valami, mindjárt megnézem, nincs, nem eladó. Tehát itt még elérem. Mennyibe fáj az a verda? De a fertve 6000. Nincs elég pénzünk rá, jó. Szerintem egy kamazra lenne esetleg esélyünk. És mennyibe kerül ez a gép? 13000. Tartja az árát, tök durva. Jót mutatja, nézd, a kerék is ki van lyukadva, ugye ilyen kis... Tök jó, nagyon jó ott az a diagram, hogy váltó, kerék, hulla. Szóval jó, annyira jó, ez komolyan a fizika meg minden ebben a játékban. És most mondhatod, hogy jaj, hát hogyan lenne jó a fizika, hát nincs kereket, de hát tök jó, mert nézd meg, hát még bologatja is a kamiont, érted? Leér, akkor még ott izér is így nyikkanik is egyet. Jó van, zöld van. De nem itt kell bemennem, várjál. Következőnél. Ezt meglessük. Föcsögnek a rendőrök, gyerekek. Ki rajzonak. Úgy megbüntetnek, azt se tudom, hol vagyok. Sebesség határt nem fogjuk túlépni. Bólogat a gépet. Ez annyira meg van csinálva. Figyelj, tök jó. Tök jó. Na pont zöld. Zöld hullámot 45-re beállították. Nem mondod, hogy nem itt kell bemenni. Még odébb kellett volna, hülye vagy kipör? Jó van, na. Izé volt, fa volt. Mi volt ez, baza? Minek mentünk neki? Fának? Ma nincs olyan, mint probléma, gyerekek. Minden tudti. Avanti. Egy kicsi fa. Férez? Ne duráljátok be, meg még az eső megint megerett. Egyre tutibb. Jó, 1% dimincs volt a kárgóval, legalább megnézzük, hogy akkor mit eredményez. Biztos nem dicsérnek meg. Az mondjuk 1% az semmi. Kicsit összetörött. Még a teába is kárt teszek, gyerekek. Nem tudom azon mit tudtam csinálni. Bagdolódik a villám. Egyébként kell egy új gép, kell egy új gép. Szólóban mászkálunk, az kell egy új gép. Ez nem lesz nekünk így. Itt is föl lehetne venni a rakományokat, de minek ezzel? Ezzel a romhalmazzal? Jó, leadom. Jó. Kaptunk pénzt. 58000 meg 13000 van. Az már nagyon jó. Csináltunk egy kis lóvét. Kéne venni valami gépet, gyerekek, ez nem lesz nekünk így jó. Várja, nem kellett volna leakasztani? És nincs munkám, de mégis.
Megvehetném ezt a gazellát, kicsi gazellát. De nem fogom megvenni, inkább ezt leakasztom. Szerintem jó helyen van ez itt. Mit dugálsz? Miért baj neked, hogy leakasztottam, barátom? Mi jó, megint kaptam fuvart vele, vagy mi? Mindjárt megnézzük akkor még egyszer. Van egy ilyen kis gaz, látjátok? Gazella. Felakasztom újra, azt megnézem, hogy mi van. F3. Semmi, gyerekek. Vernék föl, ugye annyi. Hát nagyon nem akarok, én nagyon el akarom. Mégiscsak leakasztom ezt, nekem nem kell. Remélem elhallgat ez a lámpa. Nem tudom, hol próbálkozzak megvenni valamit. Ugye elmegyek balra, azt megnézzük még egyszer azt a parkolót. Szerintem most nincs rakománya, most még inkább. Inkább dölöngél a verda. Nagyon húzám. Ilyet ne vegyetek soha. Ilyen útszélizét. Ez így most még rosszabbul megy, mert ugye most teljesen leül. Csűf, babám. Ezt volt értelme megvennem. Mennyi voltál te? Mennyi volt? 76 000. Stop the vehicle at once. Ne! Hát mentük a piroson, vagy mi van? Jó. Nem üldöz? Jó, nem üldöz. Még mindig nincs meg az a pénzmennyiség. De ma... Jaj, már le van szakadva a lökhárító, mert most ugye leér. Te fiú. Nézzünk még itt, mi van. Van terepjáró. Meg ez mi? Ez bérelhető? Munkás? Vagy pedig meg lehet menni? Meg lehet 60 000-ért Scania, gyerekek, vegyük meg. Jó, megvettem a Scania-t, én nem bírom. Nem bírom épésszel. És 60 000-ben van a Scania, és van 9 000 pénzünk még, ami most jó. És erre a gépre jó lenne vigyázni, ugye? Azt mondja, hogy... Nézzük meg milyen. Körülnézünk. Ez elég nagy. Jó. Ezzel akkor tudnék munkád valami. Hát jobban szeretnék egy nyergest. De figyeljetek, azt is csinálhatnám ugye, hogy ezzel elmegyek valahova. És akkor megnézem, hogy nem-e tudok venni valahol. De hol? Hol kellene nézni? Southgate-en ezelőtt tök jó gépek voltak. Meg kéne néznem Southgate-et. Jó, menjünk le Southgate-re. Meg a von lámpánk is jó, minden jó. Nem megyek oda, gyerekek. Hát, ha lesz valami. Most megint pirosan átmentem, megőrülök. Nézzük, ez mennyire megy. Kipróbáljuk legalább, mondjuk most rakomány nélkül. Ez meg ott 10 év fölkente a szalagkorlátra. Na nézzük meg, mit tud ez. Már 87-en vagyunk. Jézus, 90. Fiú! És ez jó a fék is, minden. Ez jó. Gyerekek, ez jó az a verda. Ez nagyon adja. Hoppá, nagyon adta, mi? Megsérült valami? Szerintem nem. Várj, megnézem a ezek külsejét is. Valaminek, kicsit megcsuktam, de... Hát semmi baj, jó. Kicsit fölkentem a szalag korlátra. Nyomjuk meg fölfele, mennyibe megy. Gyerekek, ez nagyon turván harap, hallod? Hány paci ez a dög? Ugye írja, de itt meg már nem írja, az a baj. Fékeznem kell állandóan. Küldöm. Szerintem rendesen ugratnék vele, úgyhogy nem ismerem nagyon küldeni. Itt nagyon durván gyorsul, fölfele is, meg minden. Jó, rakománya biztos más lenne.
Na, megyünk Southgate-re. Ott szokott lenni Verda. Egy kamasz kamion, gyerekek, nekem az kellene. Arra még költenék is, érted? Akkor elkezdenénk fejleszteni. Kiúznénk egy kamasz tök jóra. Jaj, rendőr bácsi, szerintem... Mennyi volt a max? Hát van a stábla. Mert elhúzunk 73-mal. És ez egy jól irányítható jármű egyébként. Nézzük a belsejét. Kíváncsiak vagytok rá? Várjatok. Ezt be, egyenesbe állítom, aztán így. Na ilyen. Ó, hát ez nagyon jó, ez már nagyon ergonomikus. És ez szerintem, mintha nem enne olyan túl sokat. Megyünk jobbra. Megküldöm egy picit. 92, szerintem ez 100 fölött simán repítene. Meg nagyon, nagyon jó fogja az utat. Nézem a fékek meg a gumi már kezd kopni. Jó, most lemeszeltek minket 250, nem baj. Ugye ahogy küldöd, ahogy használod a fékeket meg a gumikat, az természetesen kopik. És ez tök természetes, az is sokkal jobban tetszik, mint Euro Truck Simulatorban, hogy nuku, ott egy izé, azt is meg lehetne venni, valami gépecske. Jó, ez egyébként ez egy király Verda. Southgate-en körülnézünk, ha nem lesz jobb, akkor ezzel fogunk csapatni. És akkor elkezdek erre költeni. Mazohista maz, jött szembe. Meg előttem is az van. Ja, meg is jöttünk Southgate-re, írta is, hogy 300 méter. Itt van egy nagy parkoló, úgyhogy itt talán... körül tudunk sassantani. Itt van egy moz, hát ez horribilis arra lehet, hogyha el is eladó is. 118 ezer. Ez egy kis furgon, ez felbérelhető, meg van egy... ilyenünk. Egy offroad HL. Nem vezető, úgyhogy nem nagyon jó felhozata a gyerekek. Sőt, ez elég gaz. Elég kellemetlenül kevés a gép. Na jó, akkor mindegy, akkor az van, hogy munkát vállalunk. Mert ez így nem lesz nekünk jó. Ugye itt tudunk munkát vállalni, baromira jól megy ez egyébként. Itt egy Mac, vagy nem is tudom micsoda. Jól fékezhető, jól megy. Gyerekek, nekem az a gép bejön. Lehet, hogy meghagyjuk akkor ezt. Okay, hát jobb az illnia. Jó kis Scania. Szuper. A belsejét még egyszer megsasintom. Tök jó. Király! Na jó van gyerekek, akkor innen folytatjuk, itt vállalunk munkát vele. És akkor megyünk lehet egy-két kört, és ha látunk közben jó nyergest, akkor arra rá fogunk váltani. Nyomok egy mentést is, nem is tudom hol is van. Szép game. Rámentek az előzőre. Szép. És akkor innen megy a folytatás. Ja és igen, lesz tutorial videó, hogy kell megcsinálni a játékot, hogy fusson újabb gépeken is, és Windows 10-en is. Köszönöm a figyelmet, jók legyetek! Sziasztok!